2023-ban is izgalmas programokkal, eseményekkel készül a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár. Ezek közé tartozik a már hagyománynak számító Városnapja is, melyet május 19-e és 20-a között rendeznek meg a településen. Tolna várossá nyilvánításának alkalmából tartjuk meg minden évben, rendezzük a Tolnai Kulturális Központ Tolna Városnapját. Ez idén május 19 és 20-ra esik. Május 19-én egy kiállítással várjuk az érdeklődőket Tolnán a Magházban. Bercsi Gábornak a fotókiállítását tekintheti meg a nagy közönség. Aztán a programok jó része az a szombati napra, tehát május 20-ára esik. Rögtön reggel, május 20-án 9-kor elszármazott találkozóval indítjuk a napot. Ezen az egykor Tolnán született lakosok találkozhatnak ismét. Tíz órától már indul a városnéző kisvonat a tolnai fő buszpályaudvarról, egészen Mözsig, aztán vissza. Ez általában gyerekek, családoknak a nagy kedvence. És a programoknak a java része az majd Hősök terén fog zajlani 15 órától. Fellépnek majd a helyi művészeti csoportok, civil egyesületek, 3 órától lesznek énekkarok, tánccsoportok, nyugdíjas idősebb korosztályból és gyerekek közül is lesz ritmikus gimnasztika. Aztán 4 órától gyerekprogramokkal is már várjuk a kilátogatókat, lesz autószimulátor, VR sátor, fajátékok, óriás fajátékok, arcfestés, amit mindig nagyon szeretnek a gyerekek. Az est leszálltával pedig berobbannak a koncertek is, és a zenekarok is. Fellép majd a Partvíz zenekar, a Dunarock Akusztik, és a klasszikus zenéket belőle a szekszárdi tűzoltó zenekart is hallhatják. És az est fő fellépője az pedig a Unique zenekar lesz 8:30-kor. Emellett a retro kedvelőinek kackiás verklissel, a gyerekek nagy örömére pedig vidám parkkal készülnek a szervezők.